Európa nagy mértékben öregszik. Ebben az évtizedben az unió lakosságának több mint 20%-a 65 év feletti. Ez a szám 2070-ben 30% lesz. A jelenlegi trendek miatt az európai országok megemelik a nyugdíjkorhatárokat. Kicsit jobban meg kellene bekülni ezt az időkorosztályt, aki eddig építette a dolgokat, ugye az vitte a hátán a nehézségeket. Fiatalokat kellene kicsit ösztönözni, hogy menjenek dolgozni, legyen. Mert most a nyugdíjasoknak is szerintem egy olyan 60%-a még mindig dolgozik. Európa életkorának emelkedésével a közkiadások is magasabbak. A gazdasági növekedést segítheti, ha a munkaerőpiacon tovább maradnak az emberek. Hazánkban nincs kötelező nyugdíjazás, sokan a 65. évük betöltése után is munkában maradnak, így további jövedelmet szerezhetnek. Akik vissza tudnak menni dolgozni, menjenek. Minden téren, akik úgy érzik, mert az, hogyha csak leblokkolunk, az nem lehet, hogy csak leblokkolunk, mert otthon az élet az olyan gyorsan le tud épülni, hogy csak mozgásban maradni. Magyarországon a korhatár az elmúlt években, évtizedekben változott. Jelenleg az jogosult öregségi nyugdíjra, aki a 65. életévét betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. A kormány nem tervezi a további emelést. Hát mivel nem vagyok a korosztály érintettje, ezért is személyes tapasztalatom ebben nincsen. Szerintem lehet, hogy ez egy szükségszerű változás, ugye, mivel idősödik a társadalmunk, és hát nagyon sok fiatal ugye kivándorol külföldre dolgozni. Szerintem nem egy jó megoldás, de valószínű, hogy a kényszer hozza, és szükségszerű lesz. Az Európai Bizottság jelentése szerint a munkaképes korú népesség 50 év alatt 18%-kal fog csökkenni az Unióban.